legtöbb ember figyelmét elkerüli a lényeg, és miközben a körítésre figyelnek, és a csodákra, és a varázslatra, és a körülöttük zajló szánalmas színjátékokra, nem figyelik azt, ami igazán számít, és elsiklanak a lényeg fölött. The world is looking for direction that may represent huge changes in the world order as we have known it. A világ iránymutatásra vár. Erről van szó, ezt mondja. És hatalmas változások fognak bekövetkezni a világrendben. Sajnálatos az is, hogy bár a mindenható számtalanszor figyelmeztetett arra, hogy a világ dolgai miatt való aggodalom és azoknak a szeretete el fog téríteni minket az igazság útjáról. A legtöbb ember túlságosan szereti a világot, és túlságosan büszke ahhoz, hogy ezt beismerje. Hogy Yahuwah mindig is tudta, hogy mit beszél, és mindig is a mi javunkat szerette volna szolgálni. He's defining a clear path for himself. Today we're actually seeing what our new world order might look like for himself. Today we're actually seeing what our new world order might look like for himself. Today we're actually seeing what our new world order might look like. Figyelmeztetnek minden fórumon. Már nem kell elrejtőzniük, nem kell titkos társaságokban szövetkezniük, nem kell bujkálniuk, és a titkos jeleket össze-vissza tenni, hogy csak azok értsék, akik beavatottak, vagy pedig rászánták az időt, hogy kitalálják, mert érdekelte őket az igazság. És az igazságot keresték, nem azt az igazságot, ami alátámasztja az ő saját világképüket. Már nincs szükség a bujkálásra vagy a titkokra. A világ elérkezett egy olyan szintre, amikor a terv végkifejletét láthatjuk. In these early days of 2017, there is a palpable uncertainty about the state of the world. És teljes mértékben igaza van Joe Bidennek, amikor azt mondja, hogy 2017 elején elérkeztünk egy olyan helyzethez a világban, amikor tapintható a bizonytalanság az egész világon mindenhol. A világ a szemünk előtt hullik darabokra és ég porig. Leromboltuk már az egész természetet, illetve lerombolták azok, akik uralják és irányítják a világot. És aztán elhitették az emberekkel, hogy ez az ő művük. Hogy ez az emberek hibája, hogy idáig jutottunk. Ott az embereknek soha semmiféle beleszólása nem volt ezekbe a dolgokba. Ők csak tudatlanul mentek és próbálták élni az életüket. Azonban ez nem fog működni tovább. Right at the beginning was Dr. Kissinger talking about the disintegration of the old order as we understand it. Ugye Henry Kissinger arról beszél, hogy a régi világrend a szemünk láttára hullik darabokra. Even more important today than they were then, because now we need a concept of world order that is for the first time in history that all parts of the world can directly affect all other parts. És arról beszél, hogy egy új világrendre van szükségünk, hiszen minden része a világnak hatással van egymásra, és ez az, amit ki kell használnunk. És míg az emberek próbálják megkeresni a saját helyüket, és azt, hogy hogyan is tudnának elbújni az események elől, elfelejtik azt, amit Kissinger mondott, hogy bármelyik része a Földnek képes hatással lenni a másikra, és nincs hova bújni. Bár a Föld nagynak tűnik, és az ember kicsinek rajta, ebben a világrendben nem lesz hova bújni. És tetszik vagy sem, mindenkinek oldalt kell majd választani a hamarosan. És számtalanszor hallhattátok már azt ezen a csatornán, hogy a változás olyan ütemű és olyan mértékű lesz, és már is olyan,
hogy a legtöbb ember nem lesz képes ezzel lépést tartani. The changes certainly brought by technology are only going to accelerate. Think about the technology we have today and add on. A lot of people. És pontosan erről beszélt, hogy technológia segítségével ez a változás olyan mértékű lesz, hogy ami ma még teljes mértékben elképzelhetetlen a legtöbb ember számára. Érdekes az, hogy ha az ember figyel, nyitva tartja a szemét, és alázatosan közelít a mindenhatóhoz, és az igazságot keresi, akkor ő ezt megmutatja neki, és ki tudja találni azt, hogy mi az, ami következik, és mi az, amit tennie kell. Teljesen egyértelmű volt az, hogy az emberek túlnyomó többsége azt szeretné, hogyha ezek a dolgok nem történnének meg, és csak egyszerűen el tudna bújni valahová, és kivonni maga alá, magát ezeknek a hatása alól. A lot of people, I think, would like to just pretend it's not happening and reject it. És erről van szó, hogy a legtöbb ember csak szeretné, hogyha ez nem így lenne, és úgy tesz, mintha képes lenne az egészet magától eltaszítani. A folyamat egyre nehezebb lesz az egyénen, egyre nehezebb lesz a társadalmon, és ahogyan a dolgok haladnak jelenleg, teljes mértékben fel fogja őrölni a társadalmat, és teljesen darabokra fogja szaggatni az különböző érdekcsoportok mentén, amit az elit rendkívül kifinomult módszerekkel manipulál a háttérből. Ezt láthatjuk ma, és Donald Trump, amerikai elnök megválasztása ennek nem csak, hogy a legfontosabb, az egyik legfontosabb és kulcs momentuma volt, hanem egy brilliáns húzás, még azok számára is szerintem, aki közelről követik a világ eseményeit, ez egy meglepetés kellett, hogy legyen. A változás olyan mértékű, hogy az emberek nem képesek lépést tartani ezzel. Nem csak azért, mert nem figyelnek, hanem egész egyszerűen a társadalom ilyen szintre lett lebutítva. The pace of change is accelerating dramatically. And hope that they manage to make it into their 50s or 60s without it really disrupting their life too much. But clearly you cannot do that when it is coming at you like a freight train. És azt mondták, ugye erről volt szó most, hogy a legtöbb ember szeretné, hogyha eljutna az életében az 50-es, 60-as éveibe, anélkül, hogy ez a változás teljes mértékben lerombolná az életét, azonban ez egyértelműen nem lesz lehetséges. Különösen nem akkor, mikor a változás úgy közelít felé, mint egy gyors vonat. És ezek nem az én szavaim, ezek a World Economic Forumon hangzottak el, a világgazdasági fórumán. Erről beszélnek nyíltan az embereknek, hogy tudják, hogy felkészítsék őket, hogy mi az, ami következik. Remélem, hogy a legtöbben úgy értelmezik ezeket a videókat, hogy igenis van remény, és bár úgy tűnik, hogy pessimista, sajnos egy olyan világban, amikor a valóság így néz ki, amiben élünk, amikor az emberek manipulálása és a valóság manipulálása ilyen szintre fokozódott, akkor nagyon nehéz úgy fogalmazni, hogy az pozitívnak tűnjön. Nem véletlenül beszél erről Henry Kissinger újra. One of the key problems of our period is that the international order with which we were familiar is disintegrating in some respects. Hogy a valóság, a nemzetközi rend az a szemünk láttára hullik darabokra. És amire szükség van, az nem más, mint egy új világrend. Of how we can really create, I would say, a new world order. I would say, can really create, I would say, a new world order. How we can really create, I would say, a new world order. Szóval ez nem csak egy összeesküvés elmélet,
ez nem csak a fantázia szüleménye, vagy azoknak a szüleménye, akik túl sokat foglalkoznak a különböző titkos társaságokkal. Ez a valóság. És tetszik vagy sem, az, amiről évszázadok óta beszélnek azok, akik képesek voltak és hajlandók voltak rászállni az időt, hogy kikutassák azt, az az új világrend, az hamarosan a mi valóságunká válik. Pontosan úgy, ahogy az 2000 évvel ezelőtt leírta János, a Husaka másiák segítségével az ő látomásában, ami János apokalipszisa, vagy a jelenések könyve. Ideje, hogy mindenki megértse azt, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot, az ellenség segítségével nem fognak megállni semmilyen körülmények között, és a tervüket véghez fogják vinni. Ez a terv pedig az emberiségnek a végét fogja jelenteni. Ők nem úgy terveznek, hogy ebben a világrendben ember lesz. Egy ideig még most úgy tűnik, hogy azt akarják, hogy ennyi ember legyen, vagy annyi ember legyen. Az ellenség saját teremtésében nem lesz ember. Az ő terveiben nem szerepel ember. Pontosan ez a lényeg. Ezért írtanak mindenféle eszközzel minket. Ezért spréznek a levegőből, ezért mérgezik a vizet, az élelmiszert, mindent, amihez hozzáérünk, a ruházatot. Ezért járunk még mindig benzinüzemű autókkal és gázolajüzemű autókkal. Ezért használunk még mindig szenet ahhoz, hogy energiát állítsunk elő. Ezért hazudnak minden szinten. És olyan háborúkat vívunk, amelyeket nem lehet megnyerni, és csak vesztesei vannak. Terrorism, that today's wars are wars that nobody wins, everybody is losing. Terrorism, that today's wars are wars that nobody wins, everybody is losing. Terrorism, that today's wars are wars that nobody wins, everybody is losing. Elmondják nyíltan azt, ami következik, azért, mert a mindenható azt szeretné, ha mindenki képes lenne egy olyan döntést hozni, amit azután nem bán meg. És azért, mert bár ő valóban mindenkinek szeretne esélyt adni, nem szeret mindenkit, mint ahogyan senki sem szeret mindenkit. We should expect further attempts by Russia to meddle in the democratic process. It will occur again, I promise you. And again, the purpose is clear. To collapse the liberal international order. Ez a liberális nemzetközi rend, vagy rendszer, ez minden elemében ellentmond a mindenható törvényeinek. Minden eleme úgy lett kitalálva, hogy az embert rákényszerítse erre a választásra. Az emberiség ide jutott azért, amilyen döntéseket hozott a történelem során, és azért, amilyen döntéseket ma hoznak az emberek, azok, akik a társadalmat alkotják. Két út lehetséges, mindig is két út volt. Az egyik a mindenhatói, a keskeny út, a másik pedig mind ugyanoda vezet. És az pedig nem más, mint a pusztulás és a második halál. Ez az, amire figyelmeztet ma, ezen keresztül, ezeken az embereken keresztül, hogy az emberek fel tudjanak készülni arra, ami következik. Mikor Donald Trump arról beszél, hogy olyan időszak előtt állunk, ami megváltoztatja a világ jövőjét nagyon-nagyon hosszú időre, és azt állítja, hogy a hatalmat visszaadja a népnek, akkor mindenkinek el kell kezdenie aggódnia. Azok után, amiket itt eddig hallhattatok, világosnak kell lenni, hogy az elit már nem csak tervez, nem csak reménykedik, tudják pontosan, hogy elérték a célt. Az új világrend működik, és semmi sem állíthatja meg. Ezért beszélnek róla ilyen nyíltan, és ezért árulják el magukat. Mert már nincs mitől tartani. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Aki ezt elhiszi, aki azt gondolja, hogy ezek az emberek bármit is vissza fognak adni a népnek,
az nagyon-nagyon rossz úton jár. Egyszerű látni az igazságot és átlátni ezen hazugságok hálóján, amikor a mindenható kinyitja az ember szemét, és utána megérti azt, hogy a történelem során mind végig ott voltak a jelek és az üzenetek ugyanúgy, ahogy ma is ott vannak. Egészen egyszerűen a technológia rendelkezésre bocsátja ma azokat az eszközöket, amikkel ezeket sokkal egyszerűbb az emberekhez eljuttatni, ezért egyszerűbb észrevenni, hiszen mindenhol ott vannak. Azonban, ha emlékezetünkbe idézzük George Orwell 1984 című művét, akkor emlékezhetünk arra, amikor is azt mondja, hogy ha szeretnél egy képet a jövőről, akkor képzelj el egy katonai bakancsot az ember fején örökre. Mindenkinek a legjobbakat, találjátok meg a mindenható útját, kövessétek az instrukcióit, és hagyatkozzatok rá. Ez az egyetlen kiút ebből a helyzetből. Bármi más, teljesen fölösleges és időpocsékolás. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!